Sziasztok, jó reggelt! Ez már itt a második napunk Paraszon. Pontosan, hogy mi lesz a mai program, azt még én sem tudom, de egy biztos, most megyünk le reggelizni. Ébresztő! Jó reggelt! Gyere reggelizni! Visszahúzod ide az ágyba folyamatosan. Nekem vagy az a videók nézőjének? Ja. Ez a kamera kutat. Meg hoztam kupasztott rizst is. És kértem forró vizet, úgyhogy most teszek egy kanállat. Ez a fémmel nem jó eltávolítani a macsát, mert hogy kioldja a hatását, hogy nem tudom, úgyhogy már rendeltem AliExpressről azt a bambuszt. Dobunk bele egy kicsi ízesítőt. És tejjel szeretem, tejjel szoktam felrendelni, de gondoltam nem így, az csak van, de nincs, úgyhogy majd elmegyünk boltba, aztán holnap azt is hozom. Svédasztal pedig 15-től nyit, úgyhogy sajnos ezt most így nem tudjuk próbálni, de tök sok választék van az étlapon, úgyhogy éhen halni nem fogok. Annyi, hogy kell még puffasztott, így is hívni lesz, hogy tudunk kapatban. Ilyen kis szendvicset csináltam, de nagyon-nagyon finom. Itt így jön már. Na hát, nincs valami jó strandidőnk, úgyhogy most elmegyünk boltba, aztán strandra. De lényegében igen. Tegnap este már nem nagyon beszéltem, csak viszont csináltam egy pár felvételt, igazából akikkel megismerkedtünk Németországban barátaink, ők is itt vannak most velünk Paraszon. Van egy francia páros, van egy német páros, milyen párosok francia, vannak? Francia, görög, kosztarikai. Francia, görög, kosztarikai, mindenhol van gyerek, úgyhogy babázunk ezerre. És a görög párosnak az esküvőjére jöttünk, mert ezt már lehet, hogy elmondtam. De mindenki arra jött, és a régi brigád összejött újra. Mert nagyon szerettük egymást, ilyen napban együtt voltunk. Így is van. Most elmegyünk boltba, mert nincsen a reggelihez nekem növényi tej, illetve tök jó gyümölcs választék, de szeretnék valami joghurtot, magvakat is enni mellé, úgyhogy nézzünk valamit a reggelihez, illetve nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen itt egy szupermarket, úgyhogy ezt fogjuk most nektek bemutatni. Ez a kedvenc barnító krém, és ezt még Cipruson vettük, és imádtam. Nem viszünk egy ilyet? Ó, ezt nagyon várom, hogy kipróbáljam. Na, szóval most hazajöttünk, megisszuk ezt a kávét, megesszük a puffasztot is,
és elindulunk. Lex barátainkkal, akikkel soha tényleg nem találkozunk. Valószínűleg. Ahogy Istenem, minden nyelv itt fog velük találkozni. Helyes, legyen így. Melyik beachre megyünk? A Marcello. A Marcello beachre megyünk. Úgyhogy oda összecuccolunk és megyünk. Úgyhogy a következő helyszín az az étterem, ahol fogunk most hát ilyen korai vacsorázni. És ezzel a kilátással lett valami elképesztő. Valószínűleg le fogok merülni, úgyhogy csinálok bent egy pár videót, hogy milyen a hely. Úristen, oda megyünk le. Most értünk haza, egész nap strandoltunk, Ripityára égett szerencsétlen Soma. Megmutatom amúgy, mit szereztünk be itt a gyógyszertárban, remélhetőleg. Az az egyik, amit itt vettünk. Hát meglátjuk, illetve ez a másik. De tök érdekes, mert egész nap kentük faktorossal, nem csak ilyen fújossal, hanem konkrétan azzal, amivel a gyerekeket is kenjük. És még így is teljesen szétégett szerencsétlen, és már úgy jött ide is, hogy meg volt égve, ugyanis megégett az Avalon Parkba. Egyébként a vacsora az valami isteni finom volt. Általában ők úgy szoktak rendelni, hogy középre így mindent, és akkor mindenki eszik mindenből. Hát én nem tudtam ugye ilyen tésztát, ilyeneket enni, úgyhogy inkább kettő előételt kértem. Kértem egy ilyen boiled greens-t, viszont azt hittem, hogy ez ilyen brokkoli lesz, meg ilyen zöldek, párolt zöldségre gondoltam lényegében. De amúgy nem volt rossz, ilyen algaszerű valami volt, viszont megszólták pirított hagymával, úgyhogy azt le kellett dobnom róla, úgyhogy kitúrtam a felét. Kértünk cacikit, na az valami mennyei volt, illetve ilyen grillezett polipot ettem, hát az is nagyon-nagyon finom volt. Most pedig elindulunk a városba ezzel a gyönyörű hölgyeménnyel, a Rózsaszín Maciával. Eszünk egy fagyit, kicsit megnézzük a boltokat, kicsit úgy csinál, mint a kettesben is lennénk, mert különben majd hallgatom, hogy nem is voltunk kettesben, nyaralj csak a barátaiddal. Aztán utána, mivel kaptunk vacsorára, kaptunk vacsorát, így meglepjük a barátokat egy vörös borral, hogy elfogyasszuk és megünnepeljük, hogy ismét együtt a banda, ha a szerelmem megengedi. De én imádok vele lenni, higgyétek el nekem. Látjuk, hogy mennyi volt az bírki. De mikor vannak barátok, akkor úgy gondolom, hogy tök jó együtt lenni a barátokkal, akiket nem láttunk másfél év. De milyen kis cuki macia van. Most kapta tőlem ajándékba. Oda történt. Ilyet még nem láttatok. Most képzeljétek el, a Soma olyan mélyre bemerészkedett a tengerbe. Nem ért volna le a Gámbornak a lába. Na tiéd még te ért azért? Nem, enyém se ért már le, de Gámbor már megfulladt. Úristen. És mit mondtál, miért? Mert a Gámbornak a csorda. A gyermeke, ja, a csorda szellem. Meg a Gámbor gyereke, szóval én ember venni labdáért, most mondjam, hogy én sem. Inkább mondom, hogy megyek, azt egyen meg egy cáp. Elég kellemes lehet volna. Úgyhogy büszke vagyok rád. Köszönöm. Azért vagy így megpirulva. Itt tartom a kezemben a legszuperebb dolgot, amit valaha láttam. Valami elképesztő. Ilyet Magyarországon sem, meg sohasem láttam, de ezt mondjuk csak otthon mutatjuk önnek meg. Itt az idő. Tadám! Ó, oh, no. Oh, nem látod itt. Tadám! Ah!
Á, így nem látjátok. Mindjárt megfordítom a kamerát. Hát ez mennyire király. Nem is láttam még ilyen sapkét. Meg úgy ámbrot nem láttam én. Bom. És jó lány neki. Na milyen velő? De szép vagy. Ez lesz életem legszebb, legjobb sapia. Nagyon fogok rá vigyázni. Annyi volt ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek és izgalmas volt. A holnapi napunk szerintem nem lesz túl izgalmas, de izgalmas lesz. Ahol nagyon komoly helyre mondjuk itt kajálni. Ja, úgy tényleg. És akkor megnézzük azt a lefkeszt. Majd körbe menjünk kocsival, lesz egyetlen? Reggeli után. Igen, ez a terv. Úgyhogy még meglátom, hogyha nem lesz olyan mozgalmas, izgalmas a nap, akkor két napot fogok egybe vlogolni. De a maival is úgy indultunk, aztán tök izgalmas, tehát egy csomó minden történt, úgyhogy... Úgyhogy ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk egy következőben. Sziasztok! Iratkozzatok fel, szavazzatok rám!